Az elmúlt 5 Gyirmót mezőkövesd összecsapáson a gyirmótiak kétszer nyertek, és 3 döntetlen született. Ezt a sorozatot is szeretnék folytatni szombaton a Kéksárgák az Alkufer stadionban. A 2 hét szünetben ezért egy kis pihenést és edzőmérkőzést is beiktatott Urbány István vezetőedző. 3 nagyon intenzív, dinamikus mérkőzés volt, ugye a Paks, a Vasas és a Haladás meccs, tehát ott mindenképpen kellett egy kis szünet, tehát az első hét az egy ilyen regeneráló és feltöltődő hét volt, aztán második hét végére játszottunk ugye a Puskással, de hát ezeknek az edzőmeccseknek azért van egy speciális jellege, hogy azért mindenki egy kicsit, hogy mondjam, tartalékó vagy azért óvatosabb, mert a legfontosabb az, hogy a bajnoki mérkőzéssel legyünk 100%-os állapotban. A 12 csapatos bajnokságban nem lehet hibázni, mert minden egyes pont akár helyezésekről is dönthet. Ezzel tisztában vannak a gyirmótiak is, így nagyon fontos, hogy újra maximális teljesítményt tudjon nyújtani a csapat. A biztos védelemnek most is működni kell a szombati bajnoki találkozón. Azon dolgozunk, hogy mi próbáljuk nagyon pontosan érteni azt, hogy mire számíthatunk, és azon dolgozunk, hogy valami olyat csináljunk, amire ők adott esetben kevésbé, vagy hogy ne tudják azt a játékukat játszani, amiben ők viszonylag magabiztosak és jók. Nagyjából minden mérkőzés egyébként így néz ki. Próbáljuk dominálni vagy erőltetni azt, amit mi jól tudunk, és akadályozzuk meg azt, ami az ő erősségük, és használjuk ki, hogyha vannak hibapontok. Az idei szezon második Gyirmót mezőköves találkozóját szombaton 15:30-kor kezdik Gyirmóton.